most érkeznek a főszereplők ide a Diósgyőri pályára, amelynek a talaja bár természetesen mély, az adott időjárási körülmények között ez nem meglepő, de azért játékra alkalmas. Az Újpest idáig 16 mérkőzése mindössze 10 gólt kapott a magyar bajnokságban, és ennél kevesebbet csak a listavezető videóton, egészen pontosan 6-ot, de miközben én ezzel foglalkozok, már meg is van, nemhogy az Újpest nem kap gólt, gólt szerez. Nem a legkellemesebb hazaadás, mert pattog a labda, de azért bőven át lehetett volna ezt venni. Szúj is lecsap a labdára, és megszerzi a vezetést az Újpest. És lehet, hogy végig tud vinni egy kontrát a Diósgyőr, ez egy remek labda Elektől. Grumics már a 16-osa mellől, benéz középre, laposan gurítja le. Van érkező ember a második hullámban, 1-1. Nagyon szép játék, gyorsan egyenlít a Diósgyőr. Grumics jól adja középre. A másik hullámban pedig van érkező ember, a csapatkapitány Elek Ákos úgy rúgta el a labdát, hogy az a jobb felső sarokban kötött ki. Be tudja tenni középre Szújicshoz, aki visszateszi, Simon lő, Antal! Szép játék, jó lövés, nagy védés. Azt mondta a vezető, hogy azért, mert ők ketten tették a legtöbbet hozzá a csapat teljesítményéhez, tehát megérdemlik. Ők ketten érdemlik meg igazán azt, hogy ott üljenek. Ogyó nem szabálytalankodott. Ogyó nagyon nagy helyzetben, nincs gól. Nebojsa Vignyevics sem hiszi el, hogy Ogyó ezt kihagyta. Többen is jönnek, van fejes. Takács fejelt. Balajca szemmel tudta csak verni a labdát, de ebben az esetben most ez is elég volt. Egyelőre nem cserél, Nebojsa Vignyevics, jöhet át a szöglet. Meg jöhet Antal is, csak öklözni tudja, nagyon rossz helyre, kirúgás. Ez most jó Barcitól, sőt a középradás is pontos, Griffiths. Már csak a befejezés hiányzott, hát a lehetőség megvolt. Megint a rövid oldalra, Kádár fejeli ki, aztán az ismétlés, a lövés. És ez volt Simon utolsó megmozdulása, nem volt könnyű ezt egyébként ebből a testhelyzetből így ellőni ballábbal. Lesz-e slusszpoén? Ez jó, van érkező ember középen, még mindig ott a labda a Diósgyőri 16-oson belül. Most a beadás, és a fejes Antal, Ogyó fejelt, pont oda, ahol Antal állt. Gosztonyin a világ szeme, na meg az óriási tömegen. Sok játékos, akik ott vannak a 16-oson belül, jó csúsztatás, gól! Megvan a Diósgyőrnek a második gól, Tomislav Szivics öröme! Hát van slusszpoén! A Diósgyőr megszerzi a második gólt, és alig hanem megnyeri a mérkőzést, és így fellép a dobogó harmadik fokára. 2-1-re győz a Diósgyőr.